Áldása vagy te én benned. Köszönöm a megváltást, Uram. Köszönöm az örök életet. Köszönöm, hogy megsemmisítetted bennem az ördög által felemelt falakat. Köszönöm, hogy leromboltál minden gonosz építményt. Köszönöm, hogy megtörted az ördögnek a hatalmát. Köszönöm, hogy te nagyobb vagy mindeneknél. Köszönöm, hogy te megváltottál engem, Úr Jézus. Köszönöm, hogy te az életedet adtad én értem. Hogy nem magadra néztél, hanem a mindenható atyára. És az atya akarata pedig ránk nézett, mert velünk akart együtt lakozni, és most veled együtt lakozunk. Köszönjük a Szentlélek ajándékát, köszönjük, hogy betöltött bennünket Szentlélekkel, köszönjük a te erődet, a te hatalmadat, köszönjük, hogy az ellenség minden erőjén taposhatunk, és a sátánnak nincs hatalma rajtunk. Köszönjük, hogy meg vagyunk váltva, és egész biztosak lehetünk az örök életben, és te benned. Köszönjük, hogy minden szavunk igaz, tiszta és világos. Köszönjük, hogy őszintén lehetünk, és köszönjük, hogy ismerjük az igazságot, amit nagyon kevés ember ismer. Köszönjük, hogy megváltottál minket, Úr Jézus. Köszönjük, hogy mert te vagy a Krisztus. Köszönjük, hogy nincs más út az Atyához, csak te általad. Köszönjük, hogy te vagy az egyetlen út, az egyetlen igazság, az egyetlen élet. És én megköszönöm neked, Úr Jézus, az én testvéreimnek az életét. És megköszönöm azt, hogy téged dicsőíthetek, és a te nevedet emelheted föl, és téged imádhatlak. Semmi mértéket, az a két és fél szoba halhatatlan, ne úgysem tesz, de ha hiszel a feltámadásban, legalább nem leszel sírköves. Neked törvény, nekem töltény kell, neked törvény, nekem töltény. Amit eddig tudtál, az csak ellenpélda volt, de nem baj, mert fő az illúzió. Elveszni, hogy Ó, üdvözlet! Szeretettel köszöntök mindenkit a csatornámon. Mit főzünk ma? Én egy lusta csavargó vagyok Fehérhegyről, és egy nagyon egyszerű, de nagyon finom. Én úgy gondolom, nagyon finom receptet fog, jó szívű receptet fogunk készíteni. A neve, hát be kell vallanom, mint látjátok, a Universitástól kaptam ezt a nagyon finom receptet. És hát nem vagyok gasztronómiai szakember, csak egy amatőr szakács vagyok, de megpróbálom minél jobban elmagyarázni, hogy miért ilyen finom ez a tényi bálint rostom tárolt zöldségekkel. Mint látjátok, kicsit megőrzítom a kamerát, már ott vannak, kitettem a finom és nagyon egyszerű étel ez a hozzávalókat. A lágostatot ugye ide rakjuk. Akkor először is vettem a boltba, a Fehérhegyi kisboltba vettem ezt a nagyon finom 100% színhús tálint tésztát. Mint látjátok, nagyon jól néz ki, mindjárt kibontjuk. És ajánlom hozzá a ruborkát, hát nem volt sajnos csemege ruborka, csak ez a nagyon szomorú szomorkás, savanyúságos bovászos ruborka, ahogy szokták mondani. Ha valaki nagyon nem szereti ezt a savanyút, akkor adja hozzá jó sok szeretet és jó sok szerelem cukrot, mert higgyétek el, nekem nagyon finom ez a bálint letarálva. Na, akkor lássunk is meg. A mérhetetlen túlzásokban ne tarts semmi mértéket. Nagyon óvatosan kell bánni a bálint hússal, mert már nagyon sokat szenvedett. Nem szabad, hogy a kibontásnál valami baj is történni a hússal, mert akkor ugye, hát ahogy mondják, a igazi konyhaszakás, az nem csak a szemnek, nem csak a szájnak, de a szemnek is ugye. Ezért szép óvatosan illetjük a bálintot. Azért óvatosan az alsó borssal, mert ha túl sok bűnborsot adott hozzá ez a bálint, akkor szegény meg fog halni, és oda fog sülni, és nem lesz finom. Tehát oda fog égni a hús, hogyha túl sok borsot, ördögborsot adtok hozzá. Na, akkor lássuk a közösség zöldségeket. Hát akkor maradjuk a ruborkánál, szépen kinyitjuk. Ú, de makacs ez a közösség, nem engedi, hogy kinyissa.
számba, hogy most egy kicsit hagyjuk, és foglalkozunk a bálint hússal. Na. Meggyújtjuk. Na de, akkor szóval, Dirsli, ugye, bent van, ahogy látjátok, beraktuk, hogy az szépen, nagyon óvatosan, mert nagyon sokat nem lehet, de a életem, hagyjuk kb. 3-5 kihalóságítőig. Minden bálványról az erők csapja az ér kezedben. Akkor a következő, a receptben, enyém a lánya, a férjed a hajnal, még itt talán. Láttátok, most már fő a hús, és hát megpróbálkozunk mégis ezzel a közösséggel. Megfogadva egy régi szerelmen tanácsát, megpróbálkozunk a közösség savanyúsággal, vagyis hát az uborkával, mivel más nincsen. Követünk egy kis művészi erőszakot, és Na de hát, akkor itt az uborka, közösség uborka, kiraktunk hármat, mint a Szent Háromság. Nézzétek, milyen jól néz ki ez a közösség uborka, nagyon finom, csak kicsit keserű. Na, tehát, akkor a húsnak körülbelül, ha vigyáztok erre a tényi bálint húsra, virsülre, hát még olyan 50-60 évig szerintem még kell fűnnie, és boldogan fog élni. És ahogy mondtam, nagyon egyszerű a recept. Mindenkinek szeretettel ajánlom ezt a receptet. Az egész családnak egy nagyon jó kis esti vacsora. Legközelebb jön egy új recept. Abban már bátrabbak leszünk, és nem csak tényi bálintot, olyan egyszerű, de finom receptet fogjuk megcsinálni, hanem Krisztus tesztert is fog készülni, amelyben egy kis drága Máriát is belerakunk, stb. És az egy nagyon finom desszert. De hát idő most letelt, jó étvágyat mindenkinek!